Köszöntöm Önöket, ez a Röpte, az M4 Sport tenisz magazinja. Idei utolsó adásunkban az értékelésé a főszerep. Nem kérdés, hogy 2018 Fucsovics Márton éve volt, de azért a szeptemberi Davis Kupa meglepetés emberének, Piros Zsombornak is van mire visszaemlékeznie. Ahogyan azt már tőle megszokhattuk, Piros Zsombor idén is felejthetetlen szezont produkált. Kezdte mindezt egy győztes debütálással a Davis kupában, a belga Julien Kanyina ellen. Motivált az, hogy most úgymond néztem a Martit meg az Atit, hogy ott vannak egész héten, és hogy én is most ott lehetek, és ez egy tök jó érzés volt. Plusz az, hogy én még sose játszottam. Oké, belga szurkolók többen voltak jóval, de hogy 3000 ember volt, szerintem az volt a legtöbb ember, aki ott volt meccsen, és tök jó volt. És szurkoltak ők is egy kicsit nekem, mert így van, egy kicsit szimpatikusnak tűntem nekik szerintem, és tök jó érzés volt, hogy ennyi ember előtt tudok megmutatni azt, amin dolgozom szinte egész életemben. Esküszöm, azt éreztem, mint egy edzőmeccset játszanék, semmi görcs, ment lazán a kezem, pontról pontra gondolkoztam, mind a kövessel ott rögtünk a padon, hogy mindig mondta, hogy a szervából azért vegyek vissza, mert a százalék is fontos. Én megütöttem mindent, és 10-ből 9 bejött. Ez a felszabadult játék pedig egy újabb nagy sikerhez járult hozzá. Ezúttal szintén Julien, de már nem Kanyina, hanem a világranglistán akkor 56. helyen álló francia, Benetto bánta. A löketet az évre az nyilván az adta meg, hogy a Benettót meg tudtam verni. Én a meccs után hittem el azt, vagy a meccs közben, hogy hoppá, egy Benetto ellen fel tudom venni a versenyt. És ez tényleg nem annak örültem, hogy én a meccs végén győztesként jöttem ki, mert volt meccslabda, de simán benne volt a pakliba, hogy ő nyer, hanem én annak örültem, hogy olyan labdameneteket játszottam, hogy úgymond párszor túljártam az eszén, és én nekem ez adott önbizalmat, nem az, hogy megvertem. A remek eredmények hatására nem véletlenül az elvárások is megnőttek vele szemben. A budapesti 250-es ATP tornán azonban nem sikerült a bravúr. Az orosz Mihály Juzsnyi állította meg a főtábla első körében. Természetesen jobban játszott Juzsnyi, ezt elismerem, de nagyon sok kihasználatlan lehetőségem volt azon a meccsen, és van az a pont, amikor jól megy a játék, szóval maga az ütéseket úgymond tökéletesen tudod végrehajtani magadhoz képest, ez nekem megvolt, és szerintem a meccsen belül voltam kicsit szerencsétlenebb. 6-3-5-3-nál félbeszakadt, és másnap újra kezdtük. Ugye nem alszik olyankor jól az ember, főleg én, aki vesztésre áll. És hát másnap mondtam, hogy első pont, nincs hiba, nem hibázhatok. Biztonságos játék, de azért agresszív. Tök jól kezdődött, 40 semmi, de mondom, hú, ha brékelek, és hozom a szerelmet, egál. És 3 perc, ma már biciklin tekertem, mert nem sikerült megcsinálnom, de nagyon, nagyon élveztem a játékot, szóval ATP főtábla, életem első főtáblája, és én ott minden percet élveztem. Néhány hónappal később pedig az év legnagyobb pillanata következett Zsombi számára. Magyarország-Csehország, Davis Kupa találkozó. A tét a világcsoportban maradás, ezúttal vezérszerepben. Csütörtökön így felébredtem, első reggel, és akkor Márta vegyi mondtuk, hogy hallod, most ez tök jó ez a hét, nagyon jól érezzük magunkat, de 2 nap múlva Magyarország minket fog figyelni, hogy képviseljük az országot, és egy 3 nyert szettes meccset kell játszunk top 100-as játékosokkal. És akkor így elkezdtünk gondolkodni, hogy pénteken meg már így cukkoltuk egymást, főleg a Máté, mert én voltam az első, mert hogy már ketyeg az óra. Yeah.
Az a durva egyébként, hogy én nem hittem volna, hogy ennyire egyé tudok válni a helyzettel és a közönséggel és a szituációval. Papírforma volt az első szett, és nekem ugye azután az volt a célom, hogy jó, megnyerjem. És megfogtam, valahogy úgy jött össze a második szett, hogy azért nekem állt a net, nekem állt a vonal, pályahibák is, és úgy épp, hogy megvolt. 6-4-re, úgyhogy az ő hibáival lett meg. És nekem, amikor megnyertem egy szettet, én minden elszállt, hogy görcs, én már megvertem egy szettig. Én már, nekem szerintem nincs itt mást mutatnom, már csak felszabadultam fog játszani, szóval nekem ott jött el az a pillanat, hogy holdpont ilyen szempontból. És onnantól kezdve szerintem jobb, sokkal jobban tudtam élvezni a teniszt, mindaddig, amíg a harmadik szett közepén ejtett egyet, és mind a két vádlim egyszerre begörcsölt. És akkor így néztem apukámra, Kövesre, a csapatra, és így, hogy fogom én ezt bírni. És bíztam benne, hogy jön egy, ebben is egy holdpont, ugye, amikor átlendülök, és ezt így kizárom. És szerencsére sikerült, és ebbe meg kell dicsérnem magamat, tényleg nem szoktam, de hogy én ezen ott volt a görcs, és azt mondtam, hogy nem foglalkozok vele. És így is lett. Ott volt a görcs, és ugyanúgy tudtam futni. A szívem víz, szóval ha az nem görcső, akkor baj lett volna, de ha az nem görcsőbe, akkor én jó vagyok itt. Még a hatodik szettet is lehet. Olyan nagy adrenalin dózist kapott a szervezetem, hogy én tényleg nem emlékszem arra, amikor elfekszem és így áldom. Én azt azért tudom, mert 2-3-szor, hogy nem hittem, hogy megtörtént, megnéztem videóba, hogy a meslabdát. És akkor láttam, hogy kivettem a zsebemből a labdát, eldobtam az ütőt, levettem a sapkám, jó, hogy nem a pólómat nem vettem le, de és így elfeküdtem. De mondjuk arra emlékszem, mert az ilyen izomzati fájdalom volt, hogy amikor elfeküdtem, akkor a hátam, a combom és a vádlim így egyszerre fájt. És amikor fekszem, és így néztem föl, és abban ott tényleg csak a pillanatnak éltem, hogy vége. Először az jut eszembe, hogy vége, és másik az, hogy megnyertem. És hogy milyen érzés győztesként az Eget bámulni a Lurdi ház parkolójában? Ezerszer jobb, mint amikor 4-1-nél lefeküdtem görcs miatt. Akkor nem volt ez a vége benne. Szóval igen, a kettő között hatalmas különbség van, igen. És így jó volt tényleg, hogy megvertem. És hogy nem is az, hogy megnyertem a meccset, hanem hogy 1-0-at szereztem Magyarországnak. És az volt nagyon jó. Mindent, amit tud, azt kitette a pályára. Azt viszont csak most árulta el, hogy a helyszín tekintve hatalmas előnnyel indult. Ha azt mondják, hogy kapok bármit, ha többet csinálok, akkor se tudtam volna. Ez volt a csúcspont nekem, tényleg. Nagyon sok jó meccsem volt, de tényleg az volt. Így 2018, így az ugrik be, hogy Lurdi. Egyébként oda járok nap mint nap, mert közel van hozzám. Oda járok anyukámmal bevásárolni, szóval nekem az úgy hazai pálya volt. Februárban viszont ismét idegen környezetben kell bizonyítani. A válogatott ezúttal Németországba látogat, és bár Zsombi vélhetően Frankfurtban is szimpatikus lesz a közönségnek, az aktuális világbajnok Alexander Zverev ellen fel kell kötni a gatyát. Volt itt Benetto, volt itt Veszeli az én életemet nézve, de az, hogy van esély arra, hogy egy olyan emberrel teniszezzek, aki nemrég a Djokovicot és a Federer szettveszteség nélkül megverte, hihetetlenül nagy ajándék lenne. És hogy mik a célok a ranglistát tekintve? Idén szerintem a reális az a top 300 volt, amit épp már nem az, hogy éppen hogy, de hogy majdnem sikerült elérni 339-el, de most bemerem vállalni azt, hogy azt mondom, hogy nekem a top 150 a cél. És az tényleg azt én meg szeretném valósítani. Everybody gon' remember my name. Know who we are. Piro Zsombi tehát ismét remek évet zárt, és nekünk is rengeteg felejthetetlen élményt nyújtott.
Az egyik ilyenre a Davis Kupa hivatalos Instagram oldala is felfigyelt. Sziasztok, Zsombi vagyok, és a Davis Kupa hivatalos Instagram oldala ilyen versenyzést csinál a Davis Kupa egyik vagy legszebb pontjai között, és az egyiknél én játszom Deminen úrral egy ütést, és hát lehet rám szavazni, és nyugodtan kommenteljátok, hogy piros. Évvégén nem csak a játékosoknak, de az őket segítő szakszövetség vezetőinek is mérleget kell vonni. A főtitkár Richter Attila és a szövetség első embere Szűcs Lajos értékeli az esztendőt. Voltak benne borzasztó nagy kilengések, hullámvölgyek és hullámhegyek, de az egészet, hogyha így le nézzük, és az effektív részét, akkor azt mondhatjuk, hogy tényleg sikeres évet zárt a magyar tenisz. Attól függetlenül, hogy még az év végén is vannak nehézségeink, de nem arról szólt szerintem elsősorban, vagy legalábbis én nem szeretném, hogy arról szóljon. Úgy gondolom, hogy nagyon közel volt a 18 ahhoz, hogy ismét az előző évekhez képest is rátegyünk egy lapáttal, és még inkább a magyar tenisz éve legyen. Nem mondhatnám, hogy idén nem voltak nagy eredmények, mert azért 30 plusz év után győzelemeskedett magyar ATP tornán. A lányoknál duplázott Babos Timi hölgyeknél páros világbajnokságon, Grand Slamet nyertek, tehát azért összességben úgy gondolom, hogy a nagy eredmények nem maradtak el. Ezektől volt hangos a sajtó hosszú hónapokon keresztül. Belgiumban először voltunk idegenben, világcsoportban ezzel a csapattal. Ugye nagyon mérő indult ez a csapat, és ott az első kicsit fájdalmas nap után a szombati páros győzelem az abszolút egy ilyen öröm érzéssel töltött el az ott lévő több száz magyar szurkolót, illetve ősszel, amikor hát kisebb meglepetés helyett inkább azt mondom, hogy csodaszámba menő meglepetésre Zsombor legyőzte Veszelit. Ez most így a Davis kupák úgy látszik minden évben tartogatnak egy-egy ilyen csodás élményt, és ezek szerintem olyan energiákat szabadítanak föl, amelyek a fiatalok számára is nagyon példamutatóak lehetnek. Természetesen ez egy nagyon érdekes pillanat volt, azt gondolom, hogy megmutatta azt, amiért kitalálták a Davis kupát, azt, amiért kitalálták a nemzeti válogatottaknak bármilyen sportágban történő versenyét, az, hogy az éppen aktuális ranglistás helyezés, az semmit nem jelent, egy a szív fölötti címer, egy magyar válogatott mez, egy magyar válogatottban történő szereplés, az minden sportolónak, legalábbis remélem, az az életének a csúcspontja, és aki így tesz, annak egy picivel többet is ad egy-egy ilyen pillanat, hiszen aki a teniszpályán van, az tudja, hogy a versenyeken mindig vannak szurkolói, vannak ellendrukkerei, de amikor egy válogatott mezben egy országot képvisel, egy nemzetet képvisel, akkor annak teljesen más az üzenete. Én azt gondolom, hogy minden játékosnak saját magának kell eldöntenie, hogy vállal-e szerepet a válogatottban. Én továbbra is azt gondolom, hogy ez elsősorban a válogatott szövetségi kapitánya és a versenyző közötti kérdést lehet, csak amennyiben más van mögötte, akkor is azt gondolom, hogy vannak válaszaink és vannak megoldási javaslataink is. Ha az volt a kérdés, hogy játszik-e majd februárban Fucsovics Márton a magyar válogatottban, mi várjuk az ő játékát. Ő is tett rá utaló magatartást, hogy természetesen szeretne. Hogyha a következő napokban bárki keres bennünket azzal kapcsolatban, hogy mit szeretne Marci a következő évben, állunk elébe és megpróbáljuk megoldani. Nem csak nekünk fontos ez a dolog, szerintem az ő versenyzői karrierjében is fontos állomása van a Davis kupának, mint ahogy eddig is volt. Az év vége az sajnos szerintem egy picit beárnyolta ezt az általános boldogságot, de pont az év vége szerintem az, ami a jövőre nézve nagyon nagy reményekkel tölt el, és ez leginkább az utánpótlás területén látott eredményekkel, és nem is az eredményesség szempontjából, hanem itt konkrétan a Play NCAA CB-re gondolok, ahol emlékeim szerint négy-öt évvel ezelőtt indítottuk ezt a fajta megmérettetési lehetőséget a legkisebbek számára, akkor telefonálni kellett a kluboknak, hogy ugyan vegyenek részt és nevezzenek be.
most pedig több mint 320-an vettek részt. Természetesen a napi aktuális és operatív kérdésekkel sokat foglalkozunk, és hát van egy viszonylag jól kidolgozott jövőképünk, amit szeretnénk elérni. Ezt néhány éve már lefektettük, ennek alapján vagyunk benne a kiemelt sportág fejlesztési támogatott sportágok között. Ennek az eredménye az, hogy próbáltunk Magyarországra versenyeket hozni, megfelelően menedzselni fiatalokat ahhoz, hogy minél jobb eredményt érjenek el, és az utánpótlás, amit megint a legfontosabbnak szeretnék mondani, a vidéki klubokon keresztül egy olyan támogatási rendszernek a kidolgozása, amivel el tudjuk érni, hogy ez egy tényleg szerethető, tényleg sikeres és fejlődő sport lehessen. Ugye a profi sportoló és a teniszszövetség, vagy általában a szövetségnek a pályája, azok inkább párhuzamosan kellene, hogy haladjanak. Ez egy nagyon különleges helyzet volt, ami a Marci, illetve a teniszszövetség között volt 3 éven keresztül. Ugye a Marci gyakorlatilag már lemondott róla többé-kevésbé mindenki. Nem tudta áttörni azt a gátat, ami egy lehetetlen helyzetként ott magaslott előtte, ez ugye a top 100-as helyzetről beszélek, és akkor a teniszszövetség még egyszer utoljára, vagy utolsó utáni utoljára gyakorlatilag teljes arzenáljával mögé állt. Pénzfegyver paripa, ami csak kellett, hogy ezt mindenki ismeri a történetet, és hál' Istennek bejött. Ugye azért ennek garancia erre semmilyen formában nincsen. És amikor a profi sportoló eléri azt a szintet, hogy igazából ő már egy önálló entitás, ő egy saját maga szempontjából is egy tényező, majdnem azt mondom, hogy akár egy önálló szervezethez lehetne hasonlítani, hiszen nagyon sok személy van a csapatban, és teljesen más szempontok kell, hogy érvényesüljenek, innentől kezdve egy külön utakon járó normális együttműködés kellene, hogy legyen a szövetségnek. Az elsődleges feladat az utánpótlás nevelés, a klubok támogatása, a hazai versenyrendszernek a működtetése, nemzetközi kapcsolatok építése, versenyrendezések és a lehetőségek biztosítása. Miután Marcival sikerült ezt a projektet véghez vinni, nekünk a következő feladat a fiataloknak a segítése, és hát itt dörömbölnek az ajtón a fiatalok már a férfiak mezőnyében is, hiszen Valkusz Máté 250-en belül van. Tehát ha abba belegondolunk egy pillanatra, hogy Máté jelenleg egy jobb ranglistával rendelkezik, mint Marci rendelkezett, vagy legalábbis nagyon közel van hozzá, mint Marci rendelkezett, amikor elkezdtük az együttműködést, akkor lehet érezni, hogy alapvetően ez a dolgok természetes rendje. Bízunk benne, hogy Mátét is el fogjuk tudni juttatni arra a szintre, hogy mondjuk ő is top 50-es játékos legyen néhány év múlva, meg Zsombit is segítjük ennek a folyamatnak a kapcsán, és a következő generáció. Sok jelentkező és kopogtató van. Nagyon komoly versenyeket vívnak egymással a fiatalok, és nagyon nagy szerencse is kell ahhoz, hogy oda is el tudjanak érni, ahova szeretnének eljutni. Reméljük, hogy ezeket az akadályokat át lehet lépni a következő évben, és akkor el tudunk jutni odáig, hogy valóban olyan versenyzőink lesznek, akik itt a top 100-ban meg tudják majd egymást is mérni. A feladat az, hogy nem most a következő generációra kell koncentrálni, és azért ott ezek az eredmények, most ugye a fiúkról beszéltünk főleg Máté, illetve Zsombor esetében, de azért ne felejtsük el, hogy Fanni egy évvel ezelőtt egy nagyon hasonló helyzetbe tért haza, mint Marci néhány évvel ezelőtt. Ugye külföldön próbálkozott Fanni éveken át, komoly támogatása, komoly háttere volt meg, ugyanúgy, mint ahogy Marci is külföldön készült, meg volt minden támogatása, minden háttere. Ennek ellenére valami miatt nem működött, és Marcihoz hasonlóan Fanninál is már az első év végén igenis látszanak azok az eredmények, hogy a nyugodt körülmények, a biztos háttér, az ismerős arcok, az esetlegesen, a túlzottan merev szakmai vagy professzionális hozzáálláson túlmutatóan egy-egy baráti mosoly, egy-egy baráti gesztus, egy-egy közös mozizás a csapattagjaival, az teljesen más lélekállapotba hozhatja a játékost. 100 plusz-minusz 20-dik a világranglistán, bármikor benne van egy komolyabb eredmény, és ugye az idei volt az első olyan éve neki is, amikor azt mondom, hogy túlzottan kirívó egy-egy esemény megvolt, ahogyan korábban is, de nem ettől volt meg a 200 plusz-minusz 30-as ranglistája, mondjuk kiegyensúlyozottabb, gyakorlatilag folyamatosan teljesítő évet zárt,
hozzáállása nagyon sokat változott, és látom magam előtt sajnos azt a szomorú helyzetet, hogy szerintem egy-két éven belül el fog érni azokat a célokat, amiket kitűzött. Ugye 19-re az 50-et sem tartja kizártnak, ezt a véleményt osztom, és akkor ő is a saját útján fog járni, és majd az élet hozza, hogy remélhetőleg mondjuk egy 5 év múlva vagy 10 év múlva beszélgetünk, akkor sok-sok ilyen játékosunk van, akik bejutottak a top 100-ba, és a saját útjaikat járják, és abban is bízom, hogy azért egy 10 év múltán majd ez úgymond egy normális valósággá válik, és attól függetlenül, hogy mindenki a saját útját járja, össze lehet jönni végén egy-egy vacsora alkalmával, vagy akár évközben, és visszaemlékezni azokra az időkre, amikor nem volt még minden annyira fényes és csillogó. Én azt gondolom, ugyanúgy a Fed Cup kapitány megpróbálja a lehető legjobb csapatot összeállítani. A Fed Cup a női mezőny világbajnoksága. Szerintem, hogyha a feltörekvő fiataljaink komolyan oda teszik magukat, akkor ott is komoly sikereket tudunk elérni. Kezdjük azzal, hogy Timi nagyon fiatal, hiszen ő is nagyon fiatal. Hölgyeknél nem illik ugye akkorra beszélni. Stoller Fanni, Gálfi Dalma, Udvardi Panna, Jani Réka, igaz, hogy kor elnökként mondjuk Réka Timihez van közelebb, de ők mind nagyon közel vannak egymáshoz korban, játéktudásban is. Réka ugye volt már 150-en belül, Fanni már ott van, Dalma volt már ott, biztos, hogy vissza fog térni. Bondár Anna egy elképesztő évet zárt, egy nagyon, nagyon csúnya tércalakszakadás plusz műtét. Egy korábbi megpróbálás, tehát egy visszatérési próbálkozás után jött a műtét, és nagyon mérőindulva, élete legjobb helyezését elérve zárja az évet, bőven a 300-on belül, tehát 260-70 között zár várhatóan. Panna idén egy picit visszaesett, de alapvetően ő is már ott a 300-as ranglistát ostromolta. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott csapat van most a Fed Cupa szintjén. Biztos vagyok benne, hogy még sokat fog erősödni. És azt hiszem, hogy a napokban mondta Juhász Gábor, Fed Cupa kapitány, sportigazgató úr, hogy ha a legerősebb csapattal tudnak utazni, akkor mindenképpen feljutó esélyesnek érzi a csapatot, legalább a playoffig. De én úgy gondolom, hogy a csapat erejét leginkább a kiegyensúlyozottsága mutatja, hogy sokan vannak hasonló tenisztudású szinten, és az aktuális forma is befolyásolja nyilván. Nem lennék a kapitány helyébe, hogy napi szinten kit küldj föl az egyénire vagy párosra. A fiatalok bejelentkeztek, tehát ott vannak, abszolút értékben is. Dalmáról se feledkezünk meg, hiszen most egy kicsit nehezebb időszakon van túl az elmúlt egy-másfél évben, de volt ő már 140-edik, én biztos vagyok benne, hogy le fogja rázni magáról ezt a mostani nehezebb időszakot, és nagyon gyorsan ott lesz megint. A mögöttük következő utánpótlásban is nagyon sokan vannak ott, ugye itt az elmúlt 3 évben az ifjúsági csapat világbajnokságon mindig elvárás felett tudtak teljesíteni, mind a fiúk, mind a lányok. A legkisebbeknél egy nagyon széles bázis kezd kialakulni. Az iskolatenisz programok most rendesen beindultak az elmúlt években. Érzik a klubok azt a fajta törődést, hogy érdemes, nem csak érdemes, hanem szükséges is a magyar teniszsport érdekében az utánpótlás nevelésbe befektetni. Elindult az edzőképzés, továbbképzés, nagyon sok kollega jött el az elmúlt egy-másfél hónapban a biztosított lehetőségekre. Ezek ugye most rendszeressé válnak, a testnevelési egyetemmel egy együttműködést tudtunk kötni. Lezárult nagy nehezen a belső teljes szervezeti pénzügyi jogi átvilágítás a szövetségen belül, de a 19-es évben úgy gondolom, hogy azok az abszolút értékben vett eredmények is meg fognak mutatkozni, amelyek alapján bízom benne, hogy jövő év végén ismét a legjobb évek egyikét fogjuk tudni zárni, és addig, amíg bővülni tud úgy az utánpótlás bázis mélyebb szinteken, amíg azok a napi operatív feladatokat ellátó személyek úgy tudnak dolgozni, ahogy az elmúlt egy-két évben, én biztos vagyok benne, hogy az eredmények nem maradnak el. Talán azt kívánom, hogy egy kicsivel nyugalmasabb év legyen a 2019-es, bár azt már most tudjuk, hogy ebben azért lesznek olyan történések, amik nem biztos, hogy a nyugalom felé indulnak, de mindenképpen azt, hogy a szövetség az egy biztos alapon működő és nagyon komoly munkát végző szövetség lehessen. Ezt a helyzetet újraépíteni azért nagyon nehéz lesz, és úgy gondolom, csak úgy lehetséges, hogyha nyugodtan lehet dolgozni azért a célért, ami mindannyiunk célja kell, hogy legyen, és biztos vagyok benne, hogy az is, hogy a magyar teniszsport az szépen erősödjön, fejlődjön a továbbiakban is.
Van egy egységes elnökség, nagyon motiváltan ugrottak neki a munkának ugye az elmúlt néhány hónapban, és én azt tudnám leginkább kívánni, hogy ehhez a munkához legyen meg a kellő türelem a résztvevők oldaláról, és a nyugalom a helyzet szempontjából. A tenisz mindenkié, de főleg a fiataloké. A már hagyományosnak mondható Play & Stay csapatbajnokság döntőjét december első hétvégén rendezték meg a Nemzeti Edzésközpontban. A döntőben több mint 300 fiatal képviselte a 7 lány és 14 fiú csapatot. Azt gondolom, mindig is azt mondtuk, hogy a legfontosabb, hogy egy olyan teniszszövetség legyen Magyarországon, amelyik biztos alapot tud nyújtani a fiataloknak ahhoz, hogy később sikereket érjenek el. Ezen a Play & Stay versenyen több mint 300 fiatal lurkó, lány és fiú jelent meg, és ma is majdnem 100-an, 96-an versenyeznek a Play & Stay csapatbajnoki döntőben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megvan az eredménye. Természetesen ehhez az kell, hogy a klubok, a szülők és az edzők együttműködésével a gyerekek minél jobb körülmények között tudjanak teniszezni. Vannak, akik még kicsit félénk ebben, de annál nagyobb lelkesedéssel ismerkednek a tenisz világával. Kb. Van-e fél év óta, és szeretek meg minden. Apukám rávette, hogy legyek teniszes meg, vagy esetleg, hogy jó leszek meg, ilyesmi. Természetesen az eredmények sem maradtak el. Oldal is helyezett, és jó érzés volt. A fiataloknál pedig vannak, akik már évek óta ismerkednek a sportággal, és persze nagy szerepe van a szülőknek is ebben, hiszen családjuk támogatásával teszik ezt. 5 éve teniszezek, és szerintem egy nagyon jó sport, mert ha ki is kapsz, akkor is élvezted szerintem a játékot. Most nyáron lesz 8 éve, hogy teniszezem, és azért szeretem, mert nagyon szeretem ezt a légkört, meg a teniszezést is imádom, és igazából a szüleim mondták, hogy kezdjek el teniszezni, és végül megtetszett, és most itt vagyok. A célok pedig már most megvannak. Az a cél, hogy az első 100-ba bekerüljek az ITF-en. Én is első 100. Az év utolsó Röpte magazinjának végén köszönöm egész éves figyelmüket, találkozunk jövőre is, teniszezzenek sokat, minden jót, viszontlátásra!